kétfajtaképpen működnek ezek az órák, gondolom, én egy laikus fejű, ugye vannak ezek az automata órák, amik mozgásra felhúzzák önmagukat, illetve laikus van egy... pontosan ugyanolyan jól tudja, mint én. És egy elemes változata, igen. Amit ugye elemet kell cserélni benne. Ezek ugyanígy vannak, tehát laikusnak is ugyanígy hangzik, mint nekem. Melyiket javasolod? Ha ezen az alapon, akkor kettő, azt hittem másképp fogod mondani. Igen, ha ezen az alapon veszük, hogy elektronikus vagy mechanikus, hát mechanikus órák azok, amelyikben semmilyen elektronikus egység, részegység nem található, és elektromos vagy elektronikus órák, amelyikben a vezérlés vagy valamilyen részegység elektronikus úton működik. Tehát akkor is kvarcórának, elektronikus órának, elemes órának mondják, ha egyébként van benne komoly mechanikus részegység is. Egyébként az automata óráknál mennyi idő még megáll az óra? Például, ha én egész nap közlekedek vele, gondolom, akkor azért... Attól függ. Mennyit mozog? Attól, mekkora a tankja az autónak, körülbelül erről van szó. A fogyasztás az minden óránál 24 óra alatt annak megfelelő energiát fogyaszt el, de a tank az nem mindegy mekkora, hogy úgy mondjam, tehát az energia tároló. A mechanikus óráknál egy spirál rugó megfeszítésével tároljuk az energiát. Ezt a spirál rugó megfeszítéséhez szükséges erőt kézi felhúzású óráknál naponta, vagy több naponta kézzel felhúzva kell bevinni. Az automata óráknál a kezünk mozgása során elveszett felesleges energiát használja fel az óra. Tehát mi ezt nem is érzékeljük, de annyi energiát közlünk vele, hogy ez az említett bizonyos lengősúly segítségével önmagát felhúzza. Így tartalékát kérdezted, rendszerint majdnem két nap. Az elmúlt években már arra figyelnek a cégek, és ezt lehet mondani, hogy már, mert ez nem régen lett tény, hogy az elmúlt talán 5-10 évben megjelentek, és az újonnan megjelenő szerkezetek már ilyenek, kifejezetten célzottan több mint két napos járás tartalékkal rendelkeznek. Tehát ha egy teljes napot kihagyok, otthon felejtem az órán egy nap, mikor elmegyek munkába, és aztán este meg éjjel miért venném fel, amikor máskor se szoktam hordani, hanem csak egy nap kihagyással a következő reggelen veszem fel, ugyanúgy hordhatom tovább. Mennyi tehát a tartalék? A közönséges, elfogadott, nincs vele sem baj, 40, 42, 44 óra. A korszerűbbek és kicsit kényelmesebbek is valóban, hiszen mivel a járás tartalékuk meghaladja a két napot, tényleg egy plusz kényelmi funkciót is nyújtanak, 50-55 óra. És amiért azt mondtam, hogy attól függ, hogy hát olyanok is vannak, amelyik extra funkcióként, hogy úgy mondjam, egy hét, vagy legalább egy hét járás tartalékot adnak. Ez az annak az embernek nyújt nagy kényelmet, és pluszt, ki esetleg több órát ad. Hol ezt, hol azt? Éjszaka ezt, vagy egyik nap elmegyek. Egyik nap a terepjáróval megyek el otthonról, vagy hogy ha villanyszámlás szegény, akkor egyik nap a hegyre megy, a másik nap a laposára pénzt begyűjteni, hát akkor nem mindegy, melyik órát veszi fel. Hol ezt hordja, hol azt, amit letett, az sem áll meg. Még annyit akartam, hogy befejezzem az aranyat, hogy ha hétköznapra vásárolsz órát, természetesen vásárolhatsz aranyórát is, nagyon szép lesz, de tudnod kell, hogy bár egy aranygyűrűt azt hordhatsz mindenféle tevékenység közben, de egy bőrszíjas aranyórát hordani, hát bizonyos alkalmakkor kicsit diszonáns, furcsa lesz. Olyankor tedd le. Olyankor ne vedd fel. Tudsz erre példát mondani most hirtelen, amire gondolsz? Hát a... Mondjuk a... Hát a barátod költözködik és megkér, hogy két szatyrot te is vigyél le. Igen, vagy te is vigyél le a hatodikról két könyves dobozt. Akkor furcsa, de ha utána elmentek megünnepelni az új lakást, utána a sörözőben már semmi probléma nem lesz, akár hol lehet viselni. De fizikai munkához azért egy aranyórát tegyünk le. Nem elég, az arany egy bármilyen ötvözet is, ugye ezek 18 karátos arany órák, ezek és ma már mindegyik mondhatni a svájci iparban. 18 karátos arany nem olyan keménységű, mint az acél. Tehát falhoz csapni nem annyira jó. Hát nem véletlen. Drága is, úgyhogy tessék vigyázni rá. Hát nem véletlenül gyártják ezért estére ezeket az órákat, amit mondtad is, hogy inkább ez leginkább estére gyártják. Tehát inkább ne aranyat keressünk a hétköznapokra, ez maradjon meg az estére.
De például, mivel most rólam beszéltünk, és most már kíváncsi vagyok, hogy milyen órát ajánlanál nekem, és látom ezt az órát, aminek a márkát innen nem látom. Ez nem fog beleférni. Ránézésre nekem kellene tudnom egyébként, hogy az milyen márka. Tehát, hogy formájra annyira egyediek azok a márkák, amiket ismerünk, vagy hát, ez nagyon utána kéne járnom, és rengeteget kéne tanulmányoznom ezeket az órákat. Akármennyire férfias dolog, azért a pasik még nem tartanak ott, nem Magyarországon, nem mondok másikat, csak egyet, Svájcba se tartanak ott. Tehát a férfiak azért nem ott tartanak, hogy 4 éves korba 500 méterről meg tudod állapítani, hogy az egy 3 éves lefutott Mercedes típus, vagy pedig a legújabb Volkswagen, mert a férfiak körülbelül akkor tájt már ezt nagyon jól tudják. Az óráknál azért itt nem tartunk, és nincs is rá szükség. Tehát ne érezem magam kellemetlenül. Nem, erre szó sincs. Ha a márka név ismerősen hangzik, akkor te egy tájékozott, átlagos újságolvasó szinten vagy. Ha például, ha most fejezzük be akkor ezt a témát, ha már az, hogy Vacheron Constantin, ha ez sem hangzik még ismerősen, akkor egy kicsit alultájékozott vagy. De még mindig ne szégyeld magad, intim helyzetben vagyunk ketten, azért vagyok én a te szakértőd, hogy ebbe kisegítsenek. És azt mondjam neked, hogy ha nem is ezt választod, ezt a márkát, hát az egyik olyan, ami hát illik benne legyen az általános művetségébe annak, aki akár egy másmilyet is választ majd. Ha ezt autókba levetítenéd, mihez hasonlítanád? Cadillac, vagy ilyen nagyon-nagyon luxus? Tehát ő, ami a... Hát ez nagyon-nagyon luxus. Ezt most a tulajdonosi körtől eltekintve, inkább a presztízsét tekintve, valahol ilyen Bentley, azt hiszem, oda lehet helyezni. Tehát nem az igazán teljesen... Nem ilyen egy évre egy darab svájci óra, Genfben készül, sőt Genfben minden darabja, és egy pecsét is erről bizonyítékot ad. Azt akartam még mondani, hogy egy olyan márka ez is, és nem sok ilyen van, amelyik a legnagyobb hagyománnyal rendelkezik, szó szerint az első 1755-ös alapítású és azóta folyamatosan működő manufaktúra, ami a mai napig kézzel, rengeteg kézi munkát használva dolgozik, saját, ugye 250 év alatt kialakult know-how-val és metodikával. Ez egy óriási kincs, ami nekik van, hogy ezt tudják, hogy hogyan kell, de nem egyedi órakészítés. Ezt most azért mondom, mert nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos például versenyautók, egyedi autók, sőt, egyedi műtárgyak és órák is készülnek olyanok, hogy egy évben csak 1-2-3 darab. Ezek nagyszerű dolgok, olykor-olykor csúcs teljesítmények, de a minőség az nincs egyenes arányban a darabszámmal. Van valami optimális darabszám, ahol már megéri gyártani. Egy céget, amiből föl lehet tartani. Ők is valahogy így vannak, 11-néhány ezer darab órát csinálnak egy év alatt. De ha te meg én összeállunk és csinálunk egy évben 5 darabot, az biztos, hogy nagyon vacak óra lesz, mert te se meg én se értünk annyira hozzá. Igaz, hogy 5 darab lesz, de nem lesz jó. Még sincs akkor a marketing megjelenése így a médiában. Tehát én például, amiket így kapásba óramárkákat tudok, az a Rolex, vagy az Omega, amiket lehet látni különböző bevásárló központokban. Miért nincsenek nagyobb visszhangja? Miért nem látom ezt reklámokba esetleg? Hogyha mégis ilyen hatalmas név, akkor miért nem szúrja ki egyből a szemet, hogy ez tényleg az a márka? Hát először is azért, mert az említett márkák egyenként és darabonként évek szerint változik, de közel 1 millió darab órát adnak el. Tehát a köznéphez jobban eljut? Tehát ez már annyira luxus? Ezt így is lehet mondani, de el kell juttatni. Tehát ahhoz, hogy el tudja adni egy évben 20-800 ezer darab órát, ahhoz nagyon erős média megjelenés kell. Nagyon magas minőséget kell gyártani ahhoz, hogy tömegébe, tehát majdnem 1 millió óra, és ez mind a két márkára igaz, amit említettél, készüljön évente olyan minőségben, amelyiknek minden darabja, mint egy erősíti a márka hírnevét, öregbíti a hírnevét, az egy nagyon nagy magas minőséget kell előállítani, de itt a magas minőséget úgy is értem, hogy darabra vetítve. Tehát aki valaki több százezer darabot tud csinálni, és a statisztika így meghibásodási arány nagyon alacsony, hát azelőtt illik megemelni a kalapunkat.
De ahhoz, hogy ekkora példányszámot el tudjon adni, ez Afrika keleti csücskétől és Dél-Amerikától távol-keletig mindenhol ismerté kell tenni a márkát, mindenféle korosztályoknak, és férfinak és nőnek is. Tehát magyarul ez a márka nem szól mindenkinek. Ez nem szól mindenkinek. És nincs szüksége marketingre, mert hogy magában ével adja. Valami marketingre van, de az a hogy mondjam, hát általános, mondjuk magyarországi életmód magazinokban, hogy nem olvashatsz róla, semmi baj nincs. Hagyd mondjak ijeszgetésképpen valamit, árakat. És akkor így van. És akkor rögtön érteni fogod, hogy ez az óra, csak röviden leírom, ez egy automata férfi aranyóra, óra és percmutatóval, egy másodpercmutatóval a 9 óránál, és még naptárt mutat, tehát hogy hányadika van. Mindenhez, mindent, a mutatóktól kezdve mindenhez fűzhetnék részleteket, mert minden, minden részlete az elképzelhető és az iparág legjobbja. De most nem erről beszélek, hanem ez csupán csak az alap. Ez a szubjektív véleményed? Vagy ez egyébként tényszerű? Nem, ez tényszerű. Tényleg. Tehát ez, okay. Lehet, hogy nem a legjobbja, hanem az egyik legjobbja a kettőből. Igen. Tehát azért az már nagyon jó. Igen. És akkor ehhez, hogy egy ilyen egyszerű kis óránk van, tartozik egy 3 millió, majdnem 3 millió 800 ezer forintos ár. Ez finom. Na most, erre azt tudom mondani, hogy ha itt most elkezdenék reklámozni, mondjuk a jövő héten benne leszünk egy híres, nagyon jó gazdasági heti lapunkba, csinálunk 2 millió forint lesz mondjuk egy B2, most gondolod, hogy akkor attól ebből többet fognak vásárolni? Vagy majd másik példát mondok, ne beszéljünk idegenekről, magamról meg nem akarok, rólad szeretnék. Egyszer csak 55 éves leszel, és igen jó módban élsz, és a gyerekeid is úgy rendben vannak. És azt mondod, hogy hát hogy azért ennyi jár már nekem az életbe, nem? Most már ez is megvan, meg az is rendben van. Múltkor is már majdnem mondta az orvos, hogy most már ne erőltessem magam, mert úgyis egyszer meg fogok halni, és már kéne egy valami nagyon rendes óra is, a sok minden mellett. És akkor elkezdesz körülnézni a világba, és kiderül, hogy 2-3 óra márka valami szóba jöhet. Innen kezdve persze majd az ízlésed szerint fogsz választani, hogy kerek, szögletes, pöttyös vagy kockás, és ezzel csak megakad a szemed, ezen vagy egy másikon. Ezért fogod megvenni. Annyi reklám megjelenés pedig van, illetve annyi kommunikáció van, hogy ha te megerősíteni akarod magad, hogy vajon jól választasz-e, amikor ezt választod, akkor a sajtó visszajelzések, vagy a kutakodásod nyomán szerzett információk, másodlagos információk sokkal hitelesebbé fogják tenni a márkát, mint hogyha primer módon nyomulnának az arcodba. Magyarán, ezt most megmutattam neked, nem hiszel el semmit, mert mondjuk én hazudós vagyok, hazamész és elkezded nézni a sajtót. Este leginkább mondjuk az internetet. És csupa olyan szuperlatívuszokat fogsz hallani róla, és nem PR cikkekbe, amitől elkezdesz gondolkodni, hogy úristen, ilyen is van, és ez az enyém lehet, és csak ennyibe kerül, még 4 milliót se kell adni érte. És akkor szeretettel várunk egy néhány nappal később, ki tudunk szolgálni, de ez egy szélsőséges példa, miközben a felső szélsőség. Tehát, hogy csúnyán mondanám, ez tényleg a high-end, a non plus ultra. Tehát ennél nincs is drágább órátok akkor ezek szerint, vagy? Van, de ilyen egyszerűbben, tehát, hogy egy egyszerű kis óra, ami semmi más, csak a pontos idő, hát ilyenben. És nincsenek kövek, brilliánsok, semmi, csak egy kis óra. Az ember föl sem meri venni, mert... Hát ez azért bátorság kérdése, szóval ez... Megérinted ezt az órát? Megfoghatom? Persze, parancsolj, azok, hogy kesztyűt vagy. Köszönöm. Sőt, kíváncsi is vagyok, hogy ha rászállsz egy 30 másodpercet, jó megvilágításban,